békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Amen. Adventet ünnepő testvéreim, énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 312. dicséretünket mind a négy versével. A 312. énekünk így kezdődik: várj ember szíve készen, mert jő a hős. Legfőképpen pedig azért, hogy itt vagy velünk, szent lelked által. Köszönjük, hogy senki és semmi nem tudott lebeszélni bennünket arról, hogy együtt legyünk ebben a különös és furcsa helyzetben, nem testben, a templomban, de lelki közösségben. Te tudod, hogy kik vagyunk, jobban ismersz bennünket, mint mi saját magunkat. Köszönjük, hogy ismered azt a helyzetet, amiben éppen most élünk.
Köszönjük, hogy segíteni is akarsz nekünk és rajtunk. Köszönjük, Atyánk, hogy bűneink ellenére is magadhoz engedsz bennünket. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért, a mi Urunkért, az ő golgotai keresztjéért, az ő szeretetéért irgalmasan bánsz velünk. Kérünk, Urunk, hogy most is add azt, amire szükségünk van. Szólj hozzánk kegyelmesen. Eléd hozzuk szívünket és életünket, és együtt kérjük, könyörülj rajtunk, Istenünk. Atyánk, szentelj meg minket a Te igéddel, a Te igéd, igazság. Hallgassátok, testvéreim, Istenünk szent igéjét, amiképpen írva van az a Lukács szerinti evangélium első részében, a 39-től a 45-ig terjedő versekre, eképpen. Azokban a napokban elindult Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzata méhében. Megtelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltotta: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Hogyan is lehetséges ez, hogy az én uram anyja jön el én hozzám? Mert íme, amint felfogta fülem köszöntésed hangját, újonva megmozdult a magzat méhemben. Boldog, aki hitt, mert beteljesedik az, amit az Úr mondott. Boldog, aki elhitte, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Az ismert adventi történetben, amelyben Jézus Krisztus eljövetele bontakozik ki, egy valóságos adventi hitvallás áll előttünk. Annak a személynek a szava, aki igent mondott az ígéretre, aki igaznak tartotta azt, amit az Úr mondott neki, aki hitt. Annak az embernek a szava, aki még nem élte át az ígéret beteljesedését. Még az elfogadott, de be nem teljesült ígéretnek a feszültségében él. Tehát hogyan lehet egy ilyen feszültségben újonva örülni? Hogyan lehet valaki boldog? Lehet-e a beteljesedés iránti vágyódás közepette örvendezni? Erzsébetnek a felkiáltásából megértjük, látjuk, hogy igen. Ami gyakori elégedetlenségünk, amint Isten szabadítására, helyzetünknek a megváltozására, belsünk megújulására várunk, ugyanakkor arra mutat, hogy ez az adventi örömújongás, ez az adventi felkiáltás még nem teljesen a miénk. Azt látjuk, testvérek, a hallott történetben, hogy ez az adventi örömkiáltás találkozásban született meg. Két asszony találkozásában, két magzat találkozásában, az ember és az Isten találkozásában. Mária
aki elfogadta Gábriel szavát, amely szerint a Szentlélek által fiút fog fogadni és szülni, aki az Isten fia, hosszú útra indult. Amint tudomására jutott, hogy rokona, a meddő Erzsébet, időskorára gyermeket vár, sietve elindult, hogy meglátogassa őt. A sivatagos Júdeán keresztül vezető út sem könnyű, sem biztonságos nem volt. Valami azonban erősen munkált az ifjú várandós anyában, hogy a nyilvánvaló megpróbáltatások és veszélyek ellenére is elmenjen. Találkoznia kell rokonával, aki hozzá hasonlóan az Úr különleges munkájának a része és részese. Erzsébet, aki terhességének első 5 hónapjában rejtőzködött, most már otthon van. Férje, Zakariás, a pap, akinek az angyal bejelentette, hogy gyermeke fog születni, aki majd az Úr útkészítője lesz. Zakariás már hónapok óta néma, és ez a némaság arra emlékezteti, hogy hitetlen volt, hogy megkérdőjelezte az Isten küldöttének a szavát. Az idős asszonyon már egyre láthatóbbak az áldott állapot jegyei. És a fiatal Mária, amikor meglátja az ő rokonát, amikor belép Erzsébet és Zakariás házába, akkor ez a furcsa látvány fogadja. A jól ismert rokon, az idős Erzsébet megváltozott. A gyermektelen, kisé keserű idős asszonyból az első gyermekét örömmel váró asszony lett. Két várandós asszony találkozása lesz tehát, amelyben az Úr csodálatos, világot megváltó terve bontakozik ki. Két asszony, akiknek az Isten angyala lehetetlent ígért, és ők elhitték a lehetetlen szót. Két asszony egy olyan világban, ahol a férfiak számítottak igazán. Az egyik túl fiatal, a másik túl idős, egyik sem erős, hatalmas vagy híres. Gyenge, megalázott nő, mind a kettő. Erzsébet egész életében annak a gyalázatát hordozta, hogy az Úr nem adott neki gyermeket. Mennyit sugdolózhatta a háta mögött, hogy vajon milyen bűnt követett el, aminek ez a következménye, hogy Isten megvonta tőle az anyamé gyümölcsét, mert a gyermek Isten ajándéka. Mennyit imádkozott. Sokáig látszólag hiába, hogy Isten tekintsen rá, és vegye el gyalázatát. De azok az évek már elmúltak. Erzsébet megalázott asszonyként lett várandós, elnyerve Isten gyógyító kegyelmét. Máriát azonban éppen Istennek a kegyelme hozta megalázott helyzetbe. Gyermeket vár a József menyasszonya. Vajon mi mindent suttogtak a rossz nyelvek? Érzed-e, hogy mind ment keresztül Mária, amikor elmondta, amit az angyaltól hallott Józsefnek, a jegyesének? És várta annak a döntését.
És hogyha az Úristen álmában nem jelenti ki neki magát, a történteket és a történtendőket, József elbocsáthatta volna őt, és nem marad más számára, mint a szégyen és az ellehetetlenülés. Tehát két megalázott, de boldog, várandós asszony találkozása az Úr eljövetelének az útján. És ebből fakad a bizonyosság, ebből fakad az öröm kiáltása. Boldog, aki elhitte, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Nem erősek, nem hatalmasok, nem sikeresek, nem hivatásosak, hanem a gyöngék örvendeznek az Úrban. Nem a gazdagok, nem azok, akik duskálnak a javakban, nem azok, akiknek mindenük megvan, nem azok, akiket mindenki szeret és jót mond. Nem a papok, nem az egyházi vezetők, ők némák és hitetlenek ebben a történetben. Azok a kicsik, gyöngék, sokak szemében senkik a boldogok, akik megtapasztalták az Úr munkáját, és akik vágytak arra, hogy ezt a csodát megosszák egymással. Azok, akik vállalták a hosszú és nem veszélytelen utat, amelyet végig kell járni ahhoz, hogy őszintén, gyengeségeiket nem szégyelve, sebezhetően álljanak egymás előtt. És amikor találkoztak, amikor egymás szemébe néztek, amikor meghallották egymásnak a hangját, látják az Isten munkáját, megtelnek örömmel és Isten iránti hódolattal. Így olvasok az igében, amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat mélyében. Több történik itt, mint két asszonynak a találkozása. Rejtélyes, titokzatos módon találkozik a két magzat is. Négy emberi lény van tehát jelen, Erzsébet, Mária, Keresztelő János és Jézus a Messiás. És a találkozást újongás kíséri. Erzsébet magzata, aki az útkészítő lesz, repesik az örömtől anyja méhében, amikor meghallja annak a hangját, aki Urát és Istenét hordozza a szíve alatt. Honnan tudja, hogy most kell megmozdulnia? Honnan tudja, hogy most kell örömmel repesnie? És honnan tudja Erzsébet, hogy az ő Ura és Istene anyja jött el hozzá Mária személyében? Hogyan is lehetséges az, hogy az én Uramnak anyja jön el hozzá, mondja. Nem csak a két magzat találkozik, nem csak a két asszony találkozik, hanem a Szentlélek Isten is velük. Az Úr követe korábban azt mondta a születendő Jánosról, hogy már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel. A Szentlélek pedig felismerte, hogy ki érkezett a várandós Mária személyébe. És amikor megmozdult a magzat, mint egy köszöntve Urát, Erzsébet azonnal megtelt Szentlélekkel, és örvendező kiáltásban tört ki. A Szentlélek egyesíti,
fonja egybe ezt a két szemét, plusz a másik kettőt, négyüket, akik jelen voltak a találkozásban. Isten lelke ott nyugszik a kiválasztott asszonyokon, az emberi szemmel túl öreg Erzsébeten és a túl fiatal Márián, a majdani keresztelő Jánoson és Jézuson, a Messiáson. Az Istentől kiválasztott asszonyok kétszeres értelemben is áldott állapotban vannak. Nem csak úgy, hogy gyermeket hordoznak a testükben, hanem úgy is, hogy fellobban a Szent Lélek a tüze az ő szívükben. Erzsébet nem szégyelli Máriát áldottnak nevezni, pedig látszólag vele történt a nagyobb dolog, a nagyobb csoda, ő a vén és a meddő. Mégis a nála fiatalabbat mondja áldottnak, ami csak azzal magyarázható, hogy a lélek által szólt. Kedves testvérek, ahol kiárad a Szent Lélek, ott bizonyosság születik. Boldog, aki hitt, mert beteljesedett mindaz, amit az Úr mondott neki. De ez nem csak Erzsébet belső bizonyossága. Ezt a bizonyosságot semmi módon nem tudja magában tartani. A Szentlélek által szól, sőt kiált, és kiáltása Isten igéjének a hirdetőjévé teszi. Erősíti Máriát, aki Isten dicsőségébe, dicsőítésébe és profétálásba kezd válaszként, de erősíti mindazokat is, akik gyöngeségükben, megalázott voltukban hittek az Úr szavának, és rábízták magukat. Erzsébet és Mária Szentlélekben való újjongó bizonyossága ma is találkozást készít. Ahogy találkoztunk a Szentírás sorai által a régmúlt dicsőséges eseményekkel, úgy találkozunk ma is a Szentlélek Istennel. Amint leperegnek előttünk az akkori események, megmozdul a szívünk, meg valami. Isten Szent Lelke kezdeményez, Isten Szent Lelke hív találkozásra, bizonyosságra, adventi örvendezésre. Találkozásra az Úr Jézussal, és találkozásra egymással. Ezt most nem tehetjük a megszokott módon, de virtuálisan és főleg lelkileg mégis megvalósul a találkozás. Ha erősből, gyengékké leszünk, mert nem az erőseké az Isten országa, hanem a kicsinyeké. Azoké, akik őszintén elismerik nyomorúságaikat, megvallják Krisztusnak szorultságukat, és ezzel útat engednek az ő kegyelmének. Azok, akik tettetik, hogy erősek, akik nem merik bevallani a gyengeségüket, azok nem Isten bizonyosságából élnek, hanem csak a saját erejükkel próbálkoznak. Ők nem ismerik két megalázott és felemelt várandós asszony örömét, nem ismerik a Szentlélek jelenlétének és kiáradásának csodáját, nem ismerik Isten dicsőségének jó ízét. Nem ismerik
mert mindig önmagukkal kénytelenek foglalkozni. És nem látnak többet saját, esetleg vallásos maguknál. De nem az a boldog, aki erős önmagában, és nem az a boldog, aki bírja, aki kezei között szorongatja azt, amit megszerzett, vagy megtervezett magának, és nem az a boldog, aki bármit kíván, azt meg tudja szerezni. Hanem boldog az, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a közeledő ünnepet. Köszönjük, hogy ebben a sok korláttal körülvett életünkben mégis istentiszteleti közösségben lehetünk együtt. Mindazokat köszönjük, akik hallgatják otthonaikban az ige hirdetést. Kérünk, adj áldást az életükre. Csöndben és várakozással figyelünk, és így tekintünk előre, Urunk, a Te érkezésedre. Segíts megérteni a jeleket, és segíts felfogni gondolataidat, amik mindenkor megszabadulásunkat és javunkat akarják. Te leveheted rólunk a lelki bilincseket, és tudjuk, hogy meg is teszed, hiszen örök szeretet vagy. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy a Te ígéreteid igazak és ámenek. Add, hogy soha ne kételkedjünk azoknak beteljesülésében. Segíts tanulni Erzsébettől és Máriától, akik hittek, már akkor hittek, amikor megkapták drága ígéreteidet. Köszönjük Istenünk szent lelked jelenlétét, mely világosságot nyújtott a szívünkben, hogy érthessük szabad. Bocsásd meg, ha ragaszkodni akarunk büszkeségünkhöz, hatalmunkhoz és erőnkhöz. Most elismerjük, és megvalljuk gyengeségünket, elesettségünket, kiszolgáltatottságunkat, szorult helyzetünket, és kérünk, részesíts kegyelmetben. Kérünk, áld meg életünket, szeretteinket, áld meg gyülekezetünket. Áld meg a fiatalokat, az időseket, a beteg testvéreinket. Imádkozunk a betegek gyógyulásáért, és a gyászolók lelki megbékéléséért, hogy vigasztalást találjanak Te nálad. Te, aki mindent megtehetsz, mert mindenható és örök Isten vagy, kérünk, gátold a járvány további terjedését, óvd, erősítsd különösen az orvosokat, ápolókat, bátorítsd a döntést hozókat, adj nekik bölcsességet. Őrizd otthonaink békességét, és adj nekünk Krisztustól való szeretetet és jóságot. Készíts csendben várni Urunk születésének ünnepét, és várni őt, aki eljövendő. Kérünk, áld meg hazánkat, nemzetünket, a szétszóródott magyarságunkat, benne különösen református testvéreinket, akik szerte a világon a maguk helyén dicsérnek téged és esegeznek hozzád. Kérünk, hogy mindazt, amit szavakban vagy gondolatainkban eléd hoztunk, hála vagy kérés formájában, légy kegyelmes meghallgatni az Úr Jézus érdeméért.
mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy lehetőség van, és szükséges is a 2021. évi Bibliaolvasó kalauz képes Calvin kalendári, a fali naptárak és a egyházkerületi folyóiratunk a reforrás megrendelésére. Szeretettel kérem azokat a testvéreket, akik szeretnének hozzájutni, akár saját részre, akár ajándékozási céllal, hogy ezt jelezzék. Több módon is megtehetik, hívhatják a felkészi hivatalt a telefonszámon, 46-os körzetben 587-463-as, vagy jelezhetik e-mailben arra a címre, akár ahonnan az értesítést kapták a mostani istentiszteletünkről, vagy egy másik e-mail címre, enc@református.hu, enc@református.hu, vagy messenger üzenetben is jelezhetik. Kérem, hogy ezt hétfő estig tegye meg mindenki. Isten, legyen ezután is minnyájunknak őriző pásztora. Isten tiszteletünk végén a 231-es számú dicséretet énekeljük, a 231. énekünket, amelyik így kezdődik: Uram, a te ígéd nekem a sötétben szövében.